Badáczi Csiba Zsuzsanna ismertette a Parrak család által épített Ivanics központhoz tartozó retrogarázs történetét. Ami Kaposszegcsön Liget lakótelepen helyezkedik el, ez gyakorlatilag Dombovár és Kaposszegcső között, de Kaposszegcső közterületén van. Gyakorlatilag Parrak Gyuláéknak köszönhetjük, hogy ez megalakulhatott. Ez az ő kezdeményezésük, teljesen az ő fejlesztésük. Kaposszegcső immár több dologban dolgozik Gyuláékkal, több dologban támogatnak bennünket, illetve mi is igyekszünk helytállni az ő ötleteikbe, és hát ez egy fantasztikus élmény, hogy ez itt megnyílhat. Én azt mondom, hogy a Kaposszegcső kulturális életébe, rendezvényeibe, további életébe ez egy szintén meghatározó szerep lesz ez a retrogarázs. Pont azért, mert mi 2020-ban elindítottunk egy olyan Cyclocart kezdeményezést, futamot falunap keretében, egy olyan rendezvény, ahol retro kis autók, 20-as, 30-as, 40-es évekbeli autók kis másai futamoznak, versenyeznek, találkoznak itt Kaposszegcsön. Erre ráépültek, hála Isten már az elejétől a Somogy megyei, illetve a dombovári oldtimerek, és hát mi lehet ennél jobb apropó, hogy itt van egy retro garázs is, és én bízom benne, hogy ez egy térség összefogás lesz. A mai napon itt voltak erdélyi emberek is, akik gyakorlatilag Dombovárnak a testvértelepüléséről érkeztek, és voltak itt már még a megnyitó előtt a mi testvértelepüléseinkről is, úgyhogy reméljük, hogy tényleg ez egy térségi, nemzeti, illetve külföldi összefogással is egy híres dolog lesz a jövőben. Nagyon boldogok vagyunk, hogy ugye Eötvös Csöpi emlékei itt vannak, és ezért Bújtor Balázs, ugye Bújtor István Eötvös Csöpi megszemélyesítőjének a fia is itt volt velünk. Hát végtelenül hálásak vagyunk a Parrak családnak, hogy őt, illetve ezeket idehozta, illetve Somogyvári Jánosnak, a Somogy megyei oldtimereseknek, hogy ez létrejöhetett. Ez nekünk különösen azért is fontos. Egyrészt nekem személy szerint is egy megnyugvás, vagy egy jó érzés, amikor az Eötvös Csöpis filmek hatására ugye elmehet az ember Balatonfelvidékre, és azokat a tájokat látja, ahol így gyerekkorára emlékszik és megnyugszik. És nagyon sok kapcsolat van Kaposszegcső és Balatonfelvidék között is. Például, ahogy említettem beszédemben is, hogy egy kaposszegcsői hölgy csinálta meg ott a kotyogós kávéteraszt, ami egy kicsit Kaposszegcső a Balatonfelvidéken. Ide Kaposszegcsőre egy tanárnő érkezett még férjhez annak idején Balatonfüledről, aki Tihanyba dolgozott, ezért az iskolát előszeretettel viszik oda osztálykirándulni, tehát mindig megvan Kaposszegcső és Balatonfelvidék között ez a kapocs, amit ez most még jobban fog erősíteni. A megnyitón részt vett Bújtor Balázs, a híres színész fia is, aki egy pódiumbeszélgetés alkalmával mesélt apjáról, valamint gyermekkoráról. Nagyon jó volt egyébként, ezt is nagyon élveztem. Próbáltam kulisszatitkokat elmesélni a gyerekkoromból, a forgatásokról, édesapámról. Hála Istennek nagyon jó és sikert aratott, úgyhogy nagyon jó hangulatban megnyílt hivatalosan is ez a, talán mondhatom, hogy múzeum. Elképesztő. Annyira örülök ezeknek a dolgoknak, főleg a hátam mögött látható autónak és saroknak, de ez mindig, visszamegyek a gyerekkoromba ezek az autók, ugye én ezeket még láttam, bár nem vagyok még annyira öreg, de hogy ezeket láttam még élőben köfögni, és emlékszem mindegyiknek a illatára, főleg a Trabant volt a nagy kedvencem, az rémesen büdös volt, és mindenki azt mondta, hogy én imádtam, tehát én nagyon szerettem. A édesapámról a sarok az nagyon megható, és lesz még egy szobor is, úgyhogy és jó zenék, és fantasztikus, amit most gyorsan le is kevertek, de nagyon örülök, hogy létrejött, és óriási köszönet Parrak Gyulának és családjának, hogy ezt bevállalta, hogy csinál egy ilyet, és hát látszik, hogy azért körülbelül 100-an itt voltak, hogy milyen népszerű még mindig ez a dolog. Úgyhogy nem tudom mitől egyébként, mert ezek az autók nem voltak azért jók, de hát mindenkinek a fiatalsága. Úgyhogy valószínűleg ez lehet a titok. Az Eötvös Csöpi filmekkel kapcsolatban játszottam a Hamis a babában, és amikor fölvettem a gázsit, ez egy felemelő pillanat volt. Nem, nagyon élveztem az egészet, és még pénzt is adtak érte, tehát gondoltam, ez egy nagyon jó szakma lenne ez a színészség.
de hát sajnos aztán nem az, akkor már a Zeneakadémiára jártam, és maradtam is hegedűs. A gyerekkorommal kapcsolatban pedig, ha már itt retro autók vannak, hogy egyszer most már talán elévült, azzal a Ladával, ami játszik a Pogány Madonnában, mentünk 160-nal, ami egy űresebesség volt annak idején, és eszméletlen sokan, csak egy pillanatig mentünk autópályán lefelé, és persze én követeltem apámtól, hogy nyomjuk neki, de aztán ennyi volt, de hát az valami szenzációs volt. Ma meg minden kis kategóriás autó is simán tudja a 160-at. Úgyhogy, de nem baj, az valahogy az valami isteni volt. Somogyvári János, a Somogy Klasszik Oldtimer Egyesület elnöke és díszvendégként kapott meghívást az eseményre. Ami itt ma történt, ami történik folyamatosan, ez egy akkora lépés a veteránjárműves társadalom szempontjából, főleg a régióban, ahol hasonló kezdeményezést se tudunk említeni. Ráadásul ez egy retro gyűjteménnyel, egy Bújtor István emlékhelyel kiegészítve, egy fantasztikus dolognak a létrejöttének lettünk ma tanúi. Szinte borsózik a bőröm, ahogy itt a történések eszembe jutnak a mai napon. Azt gondolom, hogy itt valaminek nagyon egy nagy svunggal belekezdtünk, egy nagy lendület kapott szerepet most a tulajdonos által, és egy picit meg is vagyunk hatódva itt, akik itt egy picit jobban belelátunk ennek a helynek a létrejöttébe, hiszen mi tudjuk ezt, hogy ez nem elsősorban talán nem is a közönségnek készült, hanem amikor itt megorrolták a helyiek, hogy itt mi is történik, mi is van valójában, és futótűzként terjedt el a híre, akkor nem volt mese, és ezt egy közösségi helyé kellett előléptetni, avanzsálni. És ez a gyűjtemény, ezek a tárgyak, amik itt fel vannak halmozva, ezek olyan időségben, vagy olyan korba repítenek bennünket vissza, már legalábbis magamra gondolva 50 fölött, amik hát elérzékenyítik az embert, mert annyira szívhez szóló emlékek ezek. És mivel hogy nem csak én vagyok így, és nem csak engem fogott ez meg, hiszen látszik az itt jelenlevő tömegen, én azt gondolom, hogy ennek nagy komoly jövője van még itt. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ez itt van és létrejött. Pinter Szilárd, Dombóvár polgármester is megtartotta ünnepi beszédét. Azt gondolom, egy megható pillanat volt, és nyilván ez egy nagyon furcsa kezdés részemről, de egy olyan retro világba csöppentünk bele, aki mindenkinek a fiatalsága jutott eszébe. Itt olyan tárgyak veszek engem körül, amelyek természetesen mindenki számára ma már láthatók, de fiatalságukat nem úgy élték meg, hogy ezek használati tárgyak voltak. Nagyon sok tárgyról személyes élmények is eszembe jutnak, hiszen egy Skoda, egy Lada, egy Warburg hozzátartozott a mindennapjainkhoz. Én nagyon remélem, hogy ez a ma megnyitott retro garázs nagyon sok látogatót vonz, és nagyon sok fiatal megnézni ezeket az eszközöket. Ugye itt volt egy évszám, hogy 80 előtt, aki született. Én azt gondolom, hogy igen, 80 előtt, aki született, az itt feltöltődik. Nyilván az érzelmek előkerülnek, de azt gondolom, hogy ez a fiatalabb generációnak is egy tartalmas időtöltés lehet. És remélem, hogy nagyon sokan ide fognak jönni.